hogy mi az új a Kresszben. A közlekedésben résztvevők személy- és vagyonbiztonságának növelése, a szabályok egyértelmű, helyes értelmezése szükségessé tette a Kressz korszerűsítését. Melyek ezek a módosítások és kiegészítések, amelyeket a közutak rendje érdekében minden közlekedőnek ismernie kell? Kezdjük magával a gépkocsival. Az átláthatóság érdekében a gépkocsi ablakait menet közben elfüggönyözni tilos. Az új rendelkezés a pótféklámpa használatát is megtiltja. Ilyen lámpákkal nem lehet részt venni a forgalomban. A motorkerékpárokat nappal is tompított fényszóróval kell kivilágítani. Az úton való közlekedés általános szabályai a sebesség helyes megválasztására és a haladás módjára vonatkoznak. A jobbratartási kötelezettségből következik, hogy ahol a járművek egymás melletti haladása nincs kifejezetten megengedve, ott az úttesten csak egy sorban szabad közlekedni. Jobbratartás szempontjából nem kell figyelembe venni az autóbusz öblöt, a kapaszkodó sávot, a gyorsító, lassító sávot, és a kerékpársávot. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos két járműnek ugyanabban a forgalmi sávban egymás mellett haladni. Nem vonatkozik ez a tilalom az egynyomon haladó jármű melletti elhaladásra, ha a biztonságos oldaltávolság rendelkezésre áll. Ahol autóbuszforgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok a kikerülést kivéve csak ebben a forgalmi sávban haladhatnak. Más jármű erre a forgalmi sávra a sáv keresztezését és a bekanyarodásra való felkészülést kivéve nem hajthat rá. Ahol kapaszkodó sáv van, ezen kell haladniuk azoknak a járműveknek, amelyek a jelzőtáblán megjelölt sebességnél lassabban haladnak. Ha a sebességet tábla nem jelzi, akkor lakott területen kívül 70, lakott területen belül 50 km/h sebességnél lassabban haladó járművek számára kötelező a kapaszkodó sávon közlekedés. Lakott területen kívül 3500 kg vagy 7 métert meghaladó járművel a másik jármű mögött olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy személyi gépkocsi biztonságosan besorolhasson. Nincs szükség ilyen követési távolság tartására, ha a vezető előzésre készült fel. Akkor sem kell nagy követési távolságot tartani, ha az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sávban, vagy az úton az előzés tilos. Nem kell ilyen követési távolságot tartani a fegyveres erők oszlopban haladó gépjárművei között és a motorkerékpárok, kerékpárok követése esetén. Fontos szabály, hogy járművel irányt változtatni, különösen a terelő vonalat, az úttest szélét, vagy a képzeletbeli felező vonalat átlépni, csak a vele azonos irányban és a vele szemben haladó irányt nem változtató járművek veszélyeztetése nélkül szabad. A jármű haladási irányának megváltoztatása a fő útvonalról való letérés is, amelyet kellő időben adott irányjelzéssel jelezni kell. A forgalmi sávot változtató jármű vezetője irányjelzés előtt köteles meggyőződni arról, hogy nem veszélyezteti-e az igénybe venni kívánt forgalmi sávban haladókat, és csak ezután válthat sávot.
nem tekinthető veszélyeztetésnek, ha a másik sávban haladó jármű vezetője enyhe fékezésre kényszerül. Ha az egymás mellett haladó két jármű egy időben akar forgalmi sávot változtatni, akkor célszerű, ha először a jobb oldali forgalmi sávban haladó hajtja végre a sávváltoztatást. Ha járművünkkel jobbra vagy balra be akarunk kanyarodni, elsőbbséget kell adni azon az úton áthaladó gyalogos részére, amelyre bekanyarodunk. Elsőbbséget kell adni ezen kívül az azonos irányból érkező villamos részére is. A villamos pályára bekanyarodáskor csak a villamos forgalom zavarása nélkül szabad ráhajtani. Ismert szabály, hogy tilos előzni közvetlen útkereszteződés előtt és útkereszteződésben. A módosítás szerint kivételt képez, ha a jármű fő útvonalon vagy olyan más úton halad, amelyen az elsőbbséget tábla jelzi. Az autóbusz forgalmi sávban jobbra bekanyarodási szándékkal szabályosan besorolt jármű vezetőjére a busz feliratú jelző nem vonatkozik. Bekanyarodni csak akkor szabad, ha a nyíl alakú kiegészítő zöld jelzés is megjelenik. Kör alakú zöld fényre történő bekanyarodásnál elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben a szembejövő forgalomnak. Telezöldnél és nyíl alakban világító zöld fényjelzésnél is ugyanezt kell tenni a szabad jelzésre áthaladó gyalogosok előtt. Ha meg akarunk állni, ezt a szándékunkat irányjelzéssel kell jelezni. Tilos megállni kijelölt gyalogátkelő helyen. Előtte 5 méteren belül személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotorkerékpárral, kerékpárral és kézikocsival. Minden egyéb járművel 15 méteren belül. Tilos megállni megállóhelyek előtt, autóbuszforgalmi sávban. 1 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművel járdán, kapaszkodó sávon, gyorsító és lassító sávon, valamint kerékpársávon. Ha a megállni tilos tábla alatt ez a kiegészítő tábla látható, ez azt jelzi, hogy az útpatkán, illetőleg az 1000 kg-nál nem nagyobb tengelyterhelésű járművekkel a járdán megállni tilos. Jelzőtáblával megjelölt lakó és pihenő övezetbe csak az ott lakók vagy az odalátogatók hajthatnak be gépkocsival, motor, illetve segédmotor kerékpárral. Nem tilos a behajtás kerékpárral, illetve a lakók költöztetését végző tehergépkocsival, ezen kívül áruszállítást végző legfeljebb 3,5 tonnás tehergépkocsival. A KRESZ módosítás a jelzőtáblák sorát néhány új táblával is kiegészítette. A várakozni tilos jelzőtábla alatti kiegészítő tábla a rakodóhely szabadon hagyására figyelmeztet. Feltünteti a tilalmi időszakot és a távolságot. Ez a tábla a gyalogosok fokozott forgalmát jelzi, tehát fokozott elővigyázatossággal kell közlekedni, különös tekintettel arra, hogy a gyalogosok között gyermekek is lehetnek. Ugyancsak óvatosságra int ez a tábla is, amely egyaránt jelentheti a hosszirányú és keresztirányú kerékpárforgalmat. Ha a sebességkorlátozás jelzőtáblát a lakott terület kezdete jelzőtáblával együtt helyezték el, a sebességkorlátozás a teljes lakott területre kiterjed. A forgalom egyenletes ritmusának kialakítását segítik a sebességjelző készülékek, amelyek a forgalom irányító fényjelzők előtt tájékoztatják a gépkocsi vezetőt a célszerű sebesség mértékéről.
Kressz kiegészítések és módosítások ismerete minden közlekedő ember érdeke, hiszen az új előírásoknak nem akadályozniuk, hanem a korábbinál is erőteljesebben segíteniük kell a közlekedést.